Májusban életbe lépett a balatoni vonalakon az előszezoni menetrend, tehát sűrűbben és több helyen közlekednek majd a vonatok. Illetve fontos információ, hogy ezekre a járatokra kötelező helyjegyet váltani. Jöjjenek a részletek! A balatoni előszezon rendszeresen már május elején, közepén elkezdődik. Ilyenkor elsősorban a hétvégi járatokat sűrítik a tópart felé. Majd a nyári szünidő beköszöntével még több járat közlekedik hétvégente és a munkanapokon is. Már itt az előszezoni menetrendben is a déli partra a Balaton és Tópart Intercity közlekednek, ezek felváltva óránként indulnak, illetve a déli parti interrégió járatok is közlekednek már a déli partra, az északi partra a Kék Hullám Express vonatokkal, valamint a hétvégén közlekedő Katica interrégiókkal lehet utazni. Ezen kívül már a Szobi vonalról közlekedik a Jégmadár Express vonat is, ez a hétvégi napokon indul Fonyódra. A Balatonra induló Intercity vonatok országbérlettel is igénybe vehetők, de a helyjegyet akkor is meg kell váltani. Erre mindenképpen fontos készülni valóban, hogy az előszezoni menetrend elindulásával a Balaton és Tópart Intercity-kre kötelező a helyjegyváltása a vonat minden kocsijába, ezen kívül az északi partra közlekedő Kék Hullám Express vonatokra is kell helyjegyet váltani. Az előbb említett Jégmadár Express vonatra, ami hétvégenként Szob és Fonyód között közlekedik, ugyancsak kell váltani helyjegyet, és a Helikon interrégiók egy szakaszán is helyjegy köteles a vonat. Ajánlott elővételben megvásárolni a helyjegyet is, hogy biztosan legyen ülőhelyünk a kiszemelt vonaton. Az elővételes vásárlás mellett szól az is, hogy így olcsóbban hozzájuthatunk jegyünkhöz. Ha a vonaton van még hely, akkor a vonaton is tud helyjegyet váltani, de akkor már mindenképpen pótdíjjal kell ezt megtennie. Tehát mindenképpen ajánlott elővételben megvenni a jegyeket, a sorbanállások elkerülése véget, például az online csatornákat, akár az Elvirát, akár a MÁV alkalmazást használni. A Balaton Intercity vonatokon május 25-től már elérhető lesz az étkezőkocsis szolgáltatás. Ez mindenképpen egy plusz kényelmet jelent az utasoknak. Illetve a nyaralni vágyók a kerékpárjukat is magukkal vihetik. Többféle vonaton is adott a kerékpárszállítási lehetőség, de ezt mindenképpen javasoljuk, hogy indulás előtt a MÁV honlapján nézzék meg, vagy a jegyvásárlási felületen, hogy melyiken, milyen opciókkal lehetséges a kerékpárszállítás, amelyikre kell esetleg kerékpárjegyen kívül kerékpár helyjegyet is váltani. A MÁV a fiatalokra is gondolt, akik az éjszakai órákat szórakozással töltik. Nekik a bagoly vonatok nyújtanak segítséget a hazajutásban. A tóparti települések mentén jellemzően sokan töltik az esti éjszakai órákat szórakozással, sok fesztivált is szerveznek a tóparton. Így ezeknek a vendégeinek a hazajutásában segítség a bagoly vonatok közlekedése, melyek már most az előszezoni menetrendben péntek és szombat éjszakánként segítik a biztonságos hazajutást a főváros felé, illetve a partmenti települések, szálláshelyek közötti közlekedést is. Nyilván a nyári főszezonban, az éjszakai időszakban is több járat közlekedik majd. Emellett van még egy úgynevezett Balaton 24 napi jegy is, amely kifejezetten a tó környéki közlekedést segíti. Ez azt jelenti, hogy a Balaton környéki vonatjáratokon és buszjáratokon az érvényesség kezdetétől fogva 24 órán át korlátlanul lehet használni. Na de miért érdemes az autó helyett a vonatot választani? A Budapestről induló távolsági vonatok nagy része az elővárosi szakaszon megállás nélkül halad, és a tóparti települések mentén változik a megállási rendjük. Van, amely több településen, van, amely kevesebb településen áll meg, de mindenképpen minden megálló helyett minden állomást kiszolgálnak a vonatok. Csak egy példát említsek, a déli pályaudvarról Siófok, a Balaton vagy a Tópart Intercity-kkel 1 óra 20 perces menetidővel érhető el, de akár a déli parti interrégió is a déli pályaudvarról 1 óra 39 perc alatt már Siófokra ér. Mindenképpen versenyképesebb és kényelmesebb eljutást biztosít, mint például az M7-es autópályán való haladás. A főszezon az iskolai időszak végeztével június 22-ével indul. Akkor már a munkanapi menetrendben is több vonat jár a magyar tenger felé. Illetve akkor már megjelennek a keleti ország részből a közvetlen vonatok is. Azok a távolsági járatok, amik például a miskolci, szegedi, nyíregyházi térségből szállítják az utasokat közvetlenül a Balatonpartra.